terveinket, ezért behúzódtunk inkább ide, védett helyre, de ez ne szegje kedvüket, tartsanak velünk. Szeretném külön köszönteni meghívott vendégeinket, dr. Takács Árpád urat, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főispánját, Herceg Tamás országgyűlési képviselő urat, a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnökét, Zalai Mihály urat, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnökét, Kotyászki Pál polgármester urat, Újkígyósról, Balogh József polgármester urat, Szabadkígyósról. És szeretném felkérni főispán urat, hogy néhány szóban köszöntse a megjelenőket. Kérem, igen. Tisztelt képviselő úr, lehet hallani? Igen. Tisztelt képviselő úr, polgármester urak, tisztelt hölgyeim és uraim, a Békés Vármegyék Kormányhivatal nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a mai rendezvényen, és mi átértünk Újkígyósról, még a nap is kisütött, hogy jó volt a szervezés, köszönjük szépen Balogh József polgármester úrnak. Egy évvel ezelőtt adtuk át a szabadkígyósi kastélyt, és akkor úgy fogalmaztunk, hogy a kastély átadása, egy régi adósság törlesztése a szabadkígyósiaknak, a megyének, és talán lehet így mondani az ide látogatóknak, tehát az ország lakosságának egyben. Hát azt kell mondanom azonban, hogy a cselédszárnya, amíg adósak maradtunk, ezt pótolnunk kell a jövőben. A beruházás kétségtelenül nagy jelentőségű, de egy kicsit most ettől eltekintenék, és ugornék az időbe visszafele 25 évet. 25 évvel ezelőtt azt hiszem ezen a területen állítottunk fel egy olyan sátrat, ahol a polgármester az első kampányát rendezte, és megfogalmazta, mi a fő céljai, és a kastély természetesen szerepelt a fő célok között, de szerepelt az óvoda, az iskola felújítása, a bölcsöde, a zöld területek, szerepelt a csapadékvízelvezető rendszer, és még oly sok minden, és ha körülnézünk most a településen, akkor azt látjuk, hogy 25 év alatt polgármester az általa vállalt ígéreteket azt teljesítette, hogy gratulálok az elmúlt 25 évhez, nem búcsúzkodni akarok most polgármester, hanem éppen azt, hogy jövőben tekintve egy kicsit méltassam az elmúlt 25 évet, de mégiscsak talán ez a mai átadás egy nagyon szimbolikus jelentőségű, amellett, hogy egy igen értékes beruházás, legalább annyira értékes, mint a kastély. Hiszen egy jól működő társadalom azokban fektet, akik adják a jövőt, ez pedig a gyerekek. És ez a játszótér egyben egy közösségi tér is, egy Fórum Románum, mint a régi Rómában egy közösségi tér, ahol a szülők is tudnak találkozni, apa és anya, férfi és nő, tudnak beszélgetni a világ nagy dolgairól, és a világ nagy dolga mindig a gyermek, de meg tudják beszélni a közéleti eseményeket, az adott település problémáit, gondjait, és a gyerekek miközben önfeledten játszanak, addig ők is tudnak egy kicsit szórakozni. És nyilván ez a játszótér elsősorban a gyerekek érdekeit szolgálja, azokét a gyerekekét, akik még nincsenek általunk megfertőzve, nincsenek megbélyegezve, mert nem adófizetők, nem választók, nem ügyfelek, nem paciensek, hanem a szó legnemesebb értelmében gyerekek, akik tudják ezt a remek kis helyet használni önfeledten és örömteli módon. Én azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések nagyon fontosak egy település, kisebb vagy nagyobb település életében, és a gyermekek életében is, hiszen biztosítani kell számukra a jövőt, ez egyben jelent egy kis megmaradást az adott településnek, és jelenti a jelzését annak, hogy fontosak számunkra a gyermekeink. Én azt gondolom, hogy Szabadkígyós az elmúlt 25 évben jó úton járt, és jó irányt vett, és kívánok a következő 25 évre is hasonló fejlesztéseket, hasonló örömöket, és minden jót kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Polgármester urak, valóban szép nap ez a mai, mi hangoltunk,
mi hangoltunk a mai napon egy kis kerékpározással, és tényleg, ahogy ide értünk, volt egy kis odaszél, egy kis ellenszél, de jót bicikliztünk, de hát ugye alul ez nem egy nagy történet itt, hogy az emberek jelentős része kerékpárral közlekedik, és ezt csak azért mondom, mert hogy az a beruházás sorozat, aminek most egy fontos eleménél tartunk, ugye lezárunk egy részét, az kerékpárút építéssel is, meg kerékpárút felújítással is úgy együtt jelent igazán komoly dolgot a település lakóinak. Főispán úr ugye beszélt a kastélyról, és hogyha a kastélyra gondolunk, akkor láthatjuk, hogy valóban részben sok fejlődésen esett túl a kastély és a környéke, részben pedig ugye vannak, amik most vannak folyamatban, és örömmel lehet mondani, hogy a Schweizerájtól a postamúzeumig egyre több olyan eleme van a kastélynek, a kastélyparknak, a kastély környékének, ami akár a helybillieknek is, de a békéscsabaiaknak egész biztos, hogy viszonylag rendszeres látogatási alkalmat biztosít. Éppen beszélgettünk itt valakivel, hogy azóta, amióta a Wenken kerékpárút elkészült, én magam is legalább 4-5-ször kerekeztem el idáig a kastélyig Békéscsabától, a Rakka utcától, ahol én lakom. Most pedig ugye itt van mögöttünk a játszótér, és nagyon szimbolikus, hogy mi bármilyen átadót csinálhatunk, de az élet az zajlik. Ugye elkészült korábban már a játszótér, itt a régi játszótér 18 új elemmel gazdagodott, és a gyermekek, természetesen birtokba vették, és Főispán úr is azt a gondolatot ragadta meg, amin én is gondolkodtam, amikor láttam itt a gyerekeket, és jutott eszembe az, amikor én fiatal apuka voltam, hogy arra is nagyon jó a játszótér, hogy a szülők ott találkozzanak, diskuráljanak, és beszéljenek a szűkebb környezetük, vagy a világ fontos dolgairól. Azok a gyerekek, akik itt játszhatnak, azért látjuk, hogy nagyon komplex játszótér jött itt része, hogy ezzel a szilofonnal, harangtoronnyal, csúszdával, mászókával, én nem tudom, hogy nevezik ezeket az új játékokat, hogy igazán olyan élményeik lehetnek itt a játszótéren, ami felnőtt korukra is megmarad, és hogyha már élményekről beszélek, meg felnőttkori emlékekről, akkor mondhatjuk, hogy ezek az emlékek itt Szabadkígyóson nagyon erősek, mert hogy a kastélyprojekt keretei között van tulajdonképpen ez az egész, ami most is történik, hogy egy 580 millió forintos nagy fejlesztés részben a kastélyt is gazdagítja. A kastély szerintem ugyanolyan szép emléke lesz a mostani gyermekeknek, mint az, hogy egy ilyen játszótérrel gazdagodott a település. Gratulálok mindenkinek, akinek ehhez köze volt. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, képviselő úr! Elnök úr! Nem látom elnök urát! Legyen kedves, hozza meg velünk gondolatait! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Szerintem, ahogy nézem az arcokat, a többségünkkel találkoztunk a másik településen is. Nagyon örülök, hogy átjöttünk mindannyian. Hogy elkerekeztünk itt az új játszótér mellett, akkor nekem az jutott eszembe, hogy hol van a kerítés. Ugye egy nagyobb településen ezeket a játszótereket körbe kell keríteni. Általában jön egy ember, aki reggel kinyitja, este pedig bezárja, nehogy valami baj történjen. Innen is látszik, hogy egy olyan településen vagyunk, ahol valószínűleg erre nincsen szükség, ahol vigyázni fognak az itt élők ezekre a játékelemekre. És ennek azt kívánom, hogy minél tovább élvezhessék ezt a játszóteret, hiszen olyan gazdag és olyan szép, hogy bármelyik nagyvárosban megirigyelhetné. Az előttem szólók beszéltek a kastélyról. Én nagyon jól emlékszem arra az időszakra, hiszen 2014 óta dolgozunk a vármegyei, korábban megyei önkormányzattal közösen együtt Szabadkígyós településsel, hogy polgármester úrral beszélgetve mindig a kastély volt a fejlesztések fókuszában. Ha 10 percig beszélgettünk, biztos, hogy 2 perc után a kastély sorsára, a körülményekre, a fejlesztési lehetőségekre tértünk rá. És ez nem csak a településnek fontos természetesen, és nem csak a békéscsabai járásnak fontos, hanem akkor, amikor egy képeskönyvet akarunk összeállítani, mostanában is megtörtént velünk, hiszen 2 kiadványunk is, vármegyei kiadvány is született, illetve éppen születik Békés vármegyéről, akkor nem lehetett olyan kiadvány, ahol ne lett volna legalább egy nagyon-nagyon látványos fotó, ne szerepelt volna ott a szabadkígyósi kastély. Azért is, mert ez egy nagyon-nagyon szép épület, és talán azért is, mert
mindannyiunk számára, akik Békésvár megyében élünk, mindannyiunk számára egy nagyon kedves épületről van szó. Mert talán az egyik legszebb kastélya Magyarországnak, de minden esetre a legbájosabb, ezt azt hiszem, hogy ki lehet jelenteni. Egy olyan építészeti örökségről van szó, amely egy olyan családnak volt a lakhelye, amely Békésvár megyéért az elmúlt évszázadokban nagyon-nagyon sokat tett, és ezért is volt kötelességünk, hogy megőrizzük. Köszönöm polgármester úrnak és az elmúlt időszak szabadkígyósi képviselőtestületeinek, hogy nem kis kockázatot vállalva, de mindig megpróbálta a kastély sorsát felkarolni, és az elmúlt időszakban pedig állami segítséggel sikerült is olyan növekedési pályára állítani a szabadkígyósi kastélyt, ami azt gondolom, hogy biztossá teszi a jövőjét. Ehhez kellett a helyi és területi szereplőknek olyan fejlesztési lehetőségeket csatolni, amelyek az elérhetőségét is megkönnyítik. Láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban a Wenckheim kerékpárút megépültével könnyebb lett a megközelítése. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy olyan fejlesztések valósultak meg, amelyek tovább növelik a szabadkígyósi kastélynak a hírét, azoknak az elemeknek a száma nőtt rendkívüli módon, amelyek az itt töltött időt meghosszabbíthatják. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy gyakorlatilag a közeli Újkígyóst is egy turisztikai térképre helyeztük rá azzal, hogy a kerékpárút meghosszabbodott és megújult, hiszen Újkígyóson is vannak olyan lehetőségek, amelyeket Békés Csabáról elindulva a szabadkígyósi kastély és az itt található környezetet megszemlélve, megcsodálva tovább indulhatnak majd az emberek Újkígyósra, és akár egy vasárnapi kézműves piacot meglátogatva, akár az Ipai Arnold Népfőiskolát esetleg továbbfejlesztve és megnyitva olyan lehetőségek tárulnak fel, amely a csabai járás számára turisztikailag nagyon-nagyon fontos lehet. Természetesen ez a mostani fejlesztés, amelyet most adunk át, nagyon fontos eleme ennek, hiszen nagyon sokan gyermekekkel érkeznek, de legalább ennyire fontos a szabadkígyósi családosok és kisgyermekek számára. Ennek a használatához kívánok nagyon jó egészséget és nagyon sok örömet mindenkinek, aki igénybe veszi majd ezt a játszóteret. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen elnök, most pedig Balogh József polgármester urat kérem, hogy itt házigazda köszöntse az itt lévőket. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt ezen a kis ünnepségünkön megjelent. Nemrégen, pár perccel ezelőtt Főispán úr beszélt ezen a téren, és eszembe juttatta azt, hogy 25 évvel ezelőtt jelentem meg itt politikusként, vagy jövőbeli politikusként először. 25 évvel ezelőtt találkoztunk itt Főispán úrral, és azóta mondhatom, hogy azóta nagyon jó és baráti kapcsolatban vagyunk. Én mindig figyelemmel kísértem az ő karrierjét, sorsának alakulását, és arra meg büszke vagyok, hogy most ő a megye Főispánja lett. Ha megengedik, elmondanám, hogy mi történt akkor 25 évvel ezelőtt, augusztusban ezen a téren. Elindultam, hogy bemutatkozzam a szabadkígyósi embereknek, hogy elmondjam, hogy szeretném a támogatásukat, bizalmukat kérni a választás során. Erre az alkalomra meghívtam a megye 4 jobboldali országgyűlési képviselőjét. Nagyon örültem, hogy ők kitesztek, majd ők erősítenek engem, és ennek könnyű dolgom lesz belopni magam az emberek szívébe. Előtte valónak azonban Orbán Viktor mind a 4 képviselőt rendelte Pestre. És én meg itt maradtam támogatók és segítők nélkül. Nagyon rosszul éreztem magam. De hát az idő azért telt, az emberek összejöttek, sokan voltak, és nyilván várakozással tekintettek a bemutatkozásom elé. De én úgy éreztem, hogy ebből kudarc lesz. Kis idő múlva azonban megérkezett egy kis személyautó, benne Babák Mihály, most Szarvas polgármestere,
és azzal kezdtem, hogy Pestről jött, és Orbán Viktor meghozott engem is, mindenkit, aki itt van ezen a téren. Innentől kezdve kedvezően alakult a hangulat, és innentől kezdődött el az a történet, aminek most 25 éve vagyok a megírója. Szóval köszönöm Főispán úr, hogy eszembe juttattad ezt a történetet, ő akkor itt volt, és az egész délután figyelemmel kísérte. Ma azonban nem ezért vagyok, hanem azért, hogy a jelentős pályázatoknak részedet megyék, mutassuk be és adjuk át a gyerekeknek. Ez a pályázat úgy indult, hogy egyszer kaptam egy telefont Zalai Mihály elnök úrtól. Van egy ilyen pályázati lehetőség, érdekel egy természetesen, hogy ne, hiszen ez a pályázati nyeremény 580 millió forint elérését tette lehetővé. Természetesen elkezdtünk dolgozni ennek a pályázatnak az előkészítése érdekében. Közben azonban ennek a pályázatnak az elérése céljából más is törekedett és más is pályázott. Innentől kezdve azért két esélyes volt, hogy megnyerhetjük-e ezt a fejlesztési lehetőséget, ami nem csak egy kerékpárutat, nem csak egy játszóteret, hanem a Major turisztikai felújítását is jelentette. Innentől kezdve megint segítségért kellett fordulnunk, segítséget kértünk Herceg Tamás képviselő úrtól, segítséget kértünk Zalai Mihály elnök úrtól, és a segítség következő kérése pedig Újkígyósa ment. Az Újkígyósi képviselő testület is úgy döntött, hogy társunk lesz ebben a fejlesztési lehetőségben. Ez volt az utolsó mozzanat, aminek a segítségével megnyerhettük ezt az 580 millió forintos turisztikai beruházást. Nagyon nagy összeg ez, sokszor kell mondani, hogy megértsük, több mint fél milliárd forint. Azután, hogy állami segítséggel, meg Európai Uniós segítséggel 3,3 milliárd forintot költöttek itt nálunk a Szabadkígyósi kastély felújítására. De most nem azért vagyunk itt, hogy a Majorban, hanem a Majorban lévő fejlesztési lehetőségeket megtárgyaljuk, hanem hogy örüljünk annak, hogy a szabadkígyósi gyerekek egy felújított, bővített játszótérnek körülhetnek ezen túl nap mint nap. Azoknak, akik itt most megjelentek, köszönöm az érdeklődésüket, azoknak, akik segítettek nekünk, képviselő úrnak, elnök úrnak, Főispán úrnak és a Újkígyósi képviselőtestületnek. Még egyszer köszönetemet szeretnék kifejezni, és szép, virágos, napos időtöltést kívánok mindenkinek a nap hátra lévő részére. Köszönöm, hogy polgármester úr. Most pedig hallgassuk meg Bodzás János 4. osztályos tanuló előadásában Tóth Ágnes játszótéren című versét. Gyere, Jancsi! Tóth Ágnes játszótéren. Száll a hinta, mint a lepke, nem vigorog jó a kedve. Benne repül csillasára, sikongatva kacarászva. Csúszda csúcsán áll ki bátor, Pityú, Feri, Jóska, Sándor. Jóska indul, nem vacakol, nadrágféken csúszva landol. Homokozóban egy sereg, vidám kedvű óvis gyerek. Építik a tündérvárat, ha összedől sírdogának. Labda szántja a zöld gyepet, fut utána ödön elek. Terelik a kopott labdát, még a hálóba nem rúgják. Heten akár a gonoszak, a mászókán kapaszkodnak. Ki a csúcsra hamar felér, azért lesz a legszebb a vér. Lám egy vidám kis játszótér, milyen hasznos, mi sokat ér. Szíved repdes, tested edzed, még más szobájában testbed. Köszönjük szépen! Most pedig felkérem Főispán urat, képviselő urat, elnök urat és a két polgármester urat, hogy hivatalosan is avassák fel a játszóteret, vágják át a szalagot. Köszönjük, hogy nem buzdíjat.
mindenkinek, hogy eljöttek és a mai napot velünk töltötték. Maradjanak, vegyék birtokba a gyerekek a játszóteret, jó szórakozás mindenkinek és további szép napot!